12. alkalommal rendezte meg a Húdos Imre Diáksport Egyesület Kelet-Magyarország egyik legnagyobb karate versenyét, amelyen a Húdos Imre kupáját versengtek a sportolók. A helyi karate szakosztály saját szervezésű versenyén 20 egyesület képviselte magát, több mint 300 nevezéssel a Somorjai László városi sportcsarnokban. A megjelent versenyzőket Szólá Tibor polgármester köszöntötte, de a rendezvényt megtisztelte Mészáros János is, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke. Én most már évente 4-5 alkalommal vagyok itt legalább, és azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest, Miskolc, most már sem nagyon megyek mindenkel befelé, úgyhogy valamit csinálhatok kell is, hogy valamilyen módon versenyben megyek ezzel a várossal. 20 egyesület adta le nevezését, ha jól emlékszem pontos számokra, 181 gyerek vett részt a versenyen, akik 339 nevezést adtak le, valamint 30 csapat. A korosztályok azok 5 évtől 7 évig voltak a legkisebbek, ez nyilván nem egy kategóriában, hanem létszám szerint elosztva. Onnantól ilyen 2 évenként szaporodtak fel, de még a veteránok is vannak. Az egész napos rendezvényen korosztályonként külön versenyszámokban mérettették meg magukat a versenyzők. Reggel 4 tatamin indultak meg a küzdelmek. A SKD-ben bevezette a dolgokat, amit a 2 ember egyszerre katázik, valamint a kihonippon kümütének egy bonyolultabb változatát, halloló változatát. Amúgy a régiek maradtak meg, természetesen a piciknek az kihon gyakorlat volt, és szivacs kümite. A nagyobbaknak, egyen nagyobbaknak volt kata és kihonippon kümite. A nagyobbaknak végül is ipponsobó, tehát valós kümite, de kata az ugyanúgy megmaradt. A karate, mint sportág egyre népszerűbb, és megjelent az oktatási kerettanterben, amiben a szövetség is szerepet vállal, mégpedig a pedagógusok átképzésében. Mi a stílus szövetség vagyunk, ami közel 1000 embert akar 40 egyesülettel. Nekünk kell egy felkészülési verseny, ez a 12. hajdunálási versenyünk amúgy, a Húdos Imre kupa. Annyit kell róla tudni, hogy nekünk a versenyszezon hajdunálással kezdődik. És innen a következő verseny Európa-bajnokság szokott lenni, ami most Szerbiában lesz. Április 1-én és 3-án, tehát azt mondhatnám, hogy az első igazán nagy megmérettetés, ahol a gyerekek számítanak a tudásukról. A karate egy, hál' Istennek azt mondanám, hogy egy nagyon felívelő sportág, bekerült a oktatási kerettanterbe, ami azt jelenti, hogy testvelés órán belül lehet karatét oktatni, ami nagyon nagy szó. Azon kívül a testvelő tanárok képzésében is a karate most már ott van, ami szintén egy óriási lépés előre, hogy innentől kezdve valaki testvérő tanár akar lenni, kötelező jelleggel tanul karatét. Ha tetszik neki, ha nem, reméljük, hogy a legtöbb testvérő tanárok tetszik a karate. Csináltunk a Magyar Karate Szakszövetség egy olyan képzési programot, a már végzett testvérő tanároknak regionális szinten úgymond egy kis elképzés, ha valaki be akarja vinni esetleg a testvérő és órákra bevieti, ez minden segítséget megadunk. A karate rengeteg képességet ad az önfegyelemhez. Ez egy olyan küzdősport, amely a testet és a lelket is edzi. Azok a gyerekek, akik gyakorolják erősebb fizikummal és komoly elkölcsi értékekkel fognak felnőni. Csináltak egy felmérést a Magyar Orvosi Kamara, mégpedig a Sportorvosoknak a Szövetsége. Megkérték az összes sporták összes adatát, hogy hányan igényeltek sportorvosi vizsgálatot, ami 14 alatt fél év, ha jól tudom, fölötte meg évente egyszer kell megcsinálni a felnőtteknél. Örömmel mondhatom, hogy a kézlabdák, kosárlabdák, focit követően a karate sportág a 4. helyen áll, akik igénybe vették a szolgáltást, ami azt jelenti számunkra, hogy talán a 4. sportág, ami tömegbázis jelent, így fogalmazni. A gyerekeknek nagyon hiányzott már a versenyzés, hiszen a karantén ideje alatt nem voltak megmérettetések, sőt, sok helyen az edzések is szüneteltek. A versenyen visszacsatolást kapnak edzettségi, felkészülési szintjükről, valamint sokkal motiváltabbak lehetnek a későbbiekben, hiszen a győzelem és a siker előre viszi őket. Természetesen a verseny a bizonyos fokig stresszet okoz nekik, és hogy hozzászokjanak az ilyen megmérettetéshez, meg a vereséghez, meg őnek a győzelemnek. Ez a legfontosabb dolga része a versenyzésnek. Nem vagyok ott minden küzdőtéren, de érmeket adtam át, és minden gyerek kapott valamilyen érmet, volt, aki
négyet ezek közül, két arany, egy arany, meg három ezüstöt. Elég jól fognak szerepelni a verseny végére a hajdonásiak. A karate egy igen összetett sportág. A versenybírók nagyon sok szempontot figyelembe vesznek a bemutatott gyakorlatok értékelésekor. Az értékelés 50 versenybíró van egy küzdőtéren, és ők döntik el, hogy melyik versenyző nyert a pontozásnál, meg hogy ki hány pontot kapott. És az alapján a pontozásnál a legnagyobbat, legkisebbet elővonják, hogy tévedések miatt, meg csalás miatt, és a maradékot összeadják, és abból jön a győztes. De ez a belászlódás után van, mert először két versenyző, egy piros, egy fehér áll fel, és ott eldöntik zászlóval, hogy melyik a jobb. Mikor bejutottak a haladó a legjobb nyolc közé, a kezdők meg a legjobb négy közé, onnantól kezdődik a pontozás. A karatét érdemes kipróbálni akár más elfoglaltság mellett is. Fejes Bálint zeneiskola mellett illesztette be a mindennapjaiba a küzdősportot, ami elsőre furán hangozhat, azonban nagyon jól megfér egymás mellett a két elfoglaltság. Lassan 4 éve járok a zeneiskolába, hegedűn játszok, és ez teljesen párhuzamban van a sporttal, és nagyon jó együtt a kettőt csinálni. Nagyon tetszik, mert megismerhetek más katákat és más gyerekeket, és persze versenyezni is szeretek. A tiszavasvári Sotokán Karate Klubban is több nánási fiatal versenyez. Ezen a versenyen ők is rendszeresen megmérettetik magukat. A tiszavasvári Sotokán Karate Klub 1986-ban alakult meg. 2000-es évek elején Szatmári Gábor elköltözött innen Hajdúnánásról. Övé volt egy kis csapat, és mivel az akkori klubjában a felnőttek nem vállalták a kicsiknek a trenírozását, ezért engem kért meg Gábort. Gáborral egy munkahelyen dolgoztunk, egy iskolába tanultunk, egy szövetségbe edzettünk, innen volt a kapcsolatom. Én vállaltam a kisebb korosztálynak a edzését, így kerültem a 2000-es évekbe ide Hajdúnánásra. Ugye akkor már itt működött hivatalosan egy karate egyesület, szakosztály, ezért nem lett volna értelme még egyet csinálni, megosztani a támogatottságot. Ezért a szülők úgy döntöttek, hogy a tiszavasvári egyesületbe tagként lépnek be. Mai napig is folyamatosan járunk hetente kétszer edzést tartani Hajdúnánásra. Körülbelül egy olyan 10-13 fő rendszeres tagunk van. A 6 éves kortól 56 éves korig mindenkit megtalálni a szakosztályunkban. A kemény munkának mindig megvan a gyümölcse, így ezen a versenyen is nagyon szépen szerepeltek a klub fiatal sportolói. Nagyon boldog vagyok és örülök neki. Az összes versenyzőnk, aki eddig lement az alsó korosztályból, ezek dobogon végeztek. Többen első helyezetten, többen csak második vagy harmadik helyezett. Nagyon örülök, nagyon jól kijött a csapatnak a felkészítés, illetve amit én szoktam mondani mindig, hogy a befektetett munkának megvan az eredménye, a gyümölcse, és most úgy látszik beérett a gyerekeknél ez a gyümölcs. A nap végén a számos nevezett korosztálynak köszönhetően rengeteg érmet adtak át a szervezők, akik bíznak benne, hogy jövőre ismét találkozhatnak a hajdúnánási versenyen.